Ezt a kis videót a szörnyűséges kínai telefonommal csak azért forgatom, hogy aki esetleg föltenné a kérdést, hogy egy természetvédelmi, nem is természetvédelmi, ilyen zöld technológiai, világmegmentős blogban miért akarom én kiirtani a parlagfüvet, ami a természet része, hiszen növény, annak mutatom, hogy ez itt a természet, ezen az oldalon, itt ilyen úgynevezett fák nőnek. Meglehetősen. Hát mondjuk itt alul pont ez már nem annyira a természetnek a természetessége, mert ezek bálványfa növendékek, ha jól látom, tehát ez már egy invazív faj, de hát vannak itt azért kicsit nagyobb fák is. Itt nincs egy szemparlagfű se, tehát ezen az oldalon itt nincs parlagfű, itt az erdő van. Azonban ahol az ember kiirtotta az erdőt és elhúzta ezt a gyönyörű távvezetéket, és itt alatta, itt hagyta parlagon, ugye mint a neve is mutatja ezt a területet, ott kinőtt a parlagfű, ami egy Amerikából származó gyomnövény, aminek a pollenjére mi itt Európában genetikailag nem annyira vagyunk felkészülve. Ugye itt megint az erdő, ez a csákvári parkerdő, ott megint nincs egy szem parlagfű, sem az erdő gyönyörűen karban tartja magát. Igazából még a bálványfa sem terjed olyan nagyon, mert csak itt a szélén bír elkezdeni növekedni, ahol kellő mennyiségű fényt kap, de már ide is csak azért tudod bejutni, mert előtte itt kiirtottuk a természetet. Tehát, hogy ami ellen én most így felszólalok, meg ami a parlagfű írtásáról szól, az pont, hogy nem a természetnek a károsítása, meg mindenféle ilyen jótét növényeknek a gyilkos elpusztítása, hanem a természetnek a megbolygatása után beállt emberre káros jelenségnek a felszámolása volna. Hát így valahogy.